Üdvözlöm a kedves nézőket! Folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Érdekes mód változott a shaderelés, illetve itt megint csak a új játékról, a Quidditch Champions-ról. Talán így jobb lesz. Kicsit állítgattam a mikrofon résznél, mert erőteljesen zoom, de inkább azért, mert a hűtőpadnak a tápja nem jó. Pillanat. Na, így kíváncsi leszek, milyen lesz, mert most direkt be van a laptopra dugva a mikrofon, a hűtőpad meg át van dugva a másik laptopra. Így az egeret meg átdugtam a túloldalára, a HDMI mellé. Ahol itt a karakterünk, és nekünk kapó küldetés kellene, ez. Sebastiannak kéne találkozni. A három harci növényt meg kellett szereznem, megvan és használni. Csaj, nyilván a repülős rész. Megbeszélünk ID Ox-szal, mint opció. Őt pedig, ha minden igaz, itt van közelbe, a Forina Frank. Én szüksége lenne a segítségemre. Hűbájtan terem közelében van a társalgóban. Gállítok egy kicsit. Talán így. Így kevésbé zúg. Vagy mégis. Ilyen kiderül, mert... Talán így. Így jó. Na, akkor menjünk oda. Hűbejtantalom közelébe van, akkor teleportáljunk csát oda. Ugyebár most a szükség szobájából jövünk ki. És akkor az alapján jó lesz. Pondéros kexnek örülnek. És meglepően szép és jól fut a játék amúgy. Bár elég nagy dropjaink vannak, de az a legkevesebb, ha mondjuk nem zavarom menet közben, de az. Ha inkább a 38 FPS-ünk van ment. Milyen beállításokra rakta át magát? Aha, ultrára, meg magasra, meg társai, köszi. Szerintem ezeket rohadtul nem bírja el a gép. Jégbolt útrán, köszi. Már csak azért sem, mert nincs elég véremunk.
Na? Oké. Kicsit tökéletes. Tudod csak DLSS minőség. Jó. Ott a teljesítménye meg nagyon leveszi a felbontást. Egyensúlyozott talán jó. A reflex font, az, hogy korlátlan be vagy tépve 60. Ugye nem kapcsoltál be nekem olyat. Hatéja tiltva a DLSS miatt. Frame Generation csak 4-es Nvidia-tól van. A Motion Blur-re gondolok, hogy az kapcsolta be. Ja. És amúgy tud nekint el HD játszik, nem nagyon nice. Lehet jobban futna a játék. Na, hát így megközelítünk a 60 framerate-hez. Nincs meg, de egyelőre nem ebben akarok szórakozni, hogy állítom, kivéve ha nagyon befolyásolna minket játék közben, az nagyon laggolnánk. A 40 fölött 50 körüli FPS-ed még elmegy. Jó, és akkor oda megyünk. Na, te mit szeretnél? Adelaide Oaks, isn't it? I received a levelet. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Bácsikád miatt aggódni kéne? Hát én aggódnak. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Nem ér is, ne. Mondd el, milyen üzleteket folytatott a koboldokkal. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Igen, évekig még Halandzsú is beszél, de nem csak emlék említette meg. A Ranrock bandáját nyomatékosítva, hogy a galleonok megérik a kockázatot. Hát ez így cink. Azt hiszi minden a pénz. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Mit-e? Közel álltatok egymáshoz? I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was five. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, neveli. And that's why he sends me all the owls. Yeah, to let me volt. Know that he's all right. Jó, hát akkor menjünk is. I'll try and look into it for you, Adelaide. Találjuk ki magunkat. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. És hol? In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again. Itt csövezett Roxford közelébe. Oké, megvan. Küldetési leng. Adelaide említette, hogy bácskája Roxfordtól északra található folyó mellett vert tábort, ott kellene kezdenem a keresést. Jó, hát akkor nézzük meg a mapot. Világtérkép. Erre van észak fölfele. Kinézetet fogunk érte kapni. Jackwood-sírja az bent van. Hát akkor teleportunk oda. Annál közelebb leszünk csak, és akkor kicsit gyalogosan megyünk, most nem repkedünk. Chori Nvidia túlbecsülte a Experience a gép teljesítményét.
Hát lehet, hogy akkor mégiscsak repülünk, mert itt hirtelen sokan vagyunk. Oké. Fölfele. Jövünk. Érdekel, hogy ti ott nyifogtok. Arra elmegyünk. Ugyebár DLSS helyett azért állítottam én NES-re a minőséget, mert... Az kevésbé... Ja, hogy ti már itt jöttök? Nem láttok? Lojalista harcosok. Ajándék! Protégo, püff, kapott harc. Kapják halnak. Nem ártana egy kicsit arrább jönnünk. Na jó, üljél lefele. Védhető. De itt mi vagy? Hát ide. Jó, védd el magad. Repüljél. Posztulj. Nézd ajándék. Nagyon kapta. Még a hordó maradvány is itt örgött. Revelion. Oké. That's it. Ilyen magasak vagyunk, hogy beakadunk. Játok és a koboldok alacsonyak. Ruha. Robbanás együttemény. Oké, hát használtunk volna amúgy olyat is. Jó, állatbegyűjtögetés, megtehetjük, ha találunk állatot, de decik napló lesz szerintem. Ezt össze lehet szedni. Rowland Ox. Térképpen. Edél azt mondta, a bácska jegyzeteket és térképeket kezdett az ügyleteiről, talán nem a tejkörös pontot elvezethetnek hozzá. Hát köszi. Címszóval, hogy itt vagyunk, menjünk ki a folyónak. Kövessük. És akkor ide jutunk. Szerintem amúgy itt már jártunk, mert vagy a sír van itt, vagy itt oldottunk meg egy Merlin rejtvényt. Na nézzük ez mi. Napló. Mr. Oaks üzleti naplója. A Ranrock bandája beleegyedett a találkozóba, de egy kicsit nyugtalan vagyok. Módosították a kérdéseiket, és dühösek voltak, amikor a kérdéseket tettem fel. Kihallgattam néhány tervüket, amint Alan Ju beszéltek. A ritka filmlelőhelyre pályádnak, amelyek alkalmasak a fúrásra. Félek attól, hogy még jobban felzaklatom őket, elég ingatagnak tűnnek, és szükségem van arra, hogy a üzlet létrejöjjön. Talán ki tudunk dolgozni egy kompromisszumot, talán nem. Rowland Ox. Oké. Okay. Azt nem pusztítjuk el, nézzük, mi van még itt. Ez mi? Az, amit be lehet robbantani. Éppen ahogy kell. Itt mindjárt eltűnnek a darabkák. Veszélyes lehet, hogy a kirobcanás, ha nem vigyázok, és ott csöpörög a víz, az egy baromi jó pofa. Tehát mindjárt elrejtjük magunkat. Hát meglátjuk, mire jutunk. Itt semmi, többiek fönt vannak. Oké. Egy hátra való azonosatlan tárgy. Mi való a hátra? Hát mondjuk egy köppeny? Vagy a hátasra való? Egyébként ott ki is pipálta a térkép, hogy ezt a területet le jesszeltük. Jó, a többiek ott fent vannak szerintem. Hozzá, aha, olyan területen, amit nem látunk.
No, sajnos a repülés az látványos. Túl nem tudunk nézni, az a baj. De a szélért le tudunk szállni. Itt utamt le tudunk. Inferuszok. Jó, előlük nem kell bujkálni, nekik tűz kell. Használjunk mandragórát. Oké, te mi vagy? A fogókáposzta, mérges csápfű és mandragóra. Na. Egy használva. Oké. Égé. És ilyen is kell. Elvégbe sikerült. Nem? Mandragórát használtunk, mind a hármat használtuk egyébként. Van még enemi? Van hát. Ő. Inferuszok kapták, haltak. Azt hittem, hogy kiesett a grafikából a bástya, de nem. Oké. Arrafelé is van valaki, de most akkor a tanárnőnek megvan a küldije. Nem. Hát az nem négyszer, mert a Inferus ellen nem hatott. Mire be tudunk menni? De be tudunk menni, és ide nagyon kell nekünk egy Lumosz, mert már itt vannak vigyorik. Ezek a úszó növények, amiknek kell a fény. Ugyebár a legelső Hogwarts Harry Potter részben benne volt. Jó, hát gondolom akkor itt merülünk. És kiukadunk máshol. Oké. Lumos. Na nézzük. Majd vissza kell mennünk ahhoz is, amelyiket a tópart szélén találtunk ilyen lyukat. Na, egy vitézi köppen járt érte. Ugyanis... ott nem vettem észre az orrom előtt lévő part, amit meg kellett volna húzni. Így ennek köszönhetően nem sikerült teljesíteni azt a helyet. Revelio, Lumos. Jó, másik nincs. Akkor mehetünk is kifele. Ideig halljuk, hogy kint beszélgetnek. Bújjunk el. Arra fele van. Olyan lista hat. Hát az gyorsan kapja. Ugyebár ha a levegőben vagy jobban sérül. Kettő. Jó. Használjuk a térképet, hogy követhessük a nyomokat. Hm.
erőnyerő földet. Revelio. Másik nincs. Oké. Nem ezt akartam. Elhasználjuk a káposztát feleslegesen. Begyűjteni nem tudjuk. Hát akkor pusztulj. Jó. Hanem... felszerelésben mi a gúj? Töltödékből lesz. Ez az, ami a hátravaló, legendás. Ehhez meg kicsik vagyunk még. 25-ös szint kell hozzá, mindjárt meg lesz. Idézőjelbe téve, mindjárt repülőhátasunk még nincs. Akkor eszköztárban itt a térkép, itt a napló. Ugyebár onnan kéne kijönni, és erre el. Ami meg annyit takar, hogy itt voltunk, és azt mondja, erre jöjjünk, akkor szerintem ide kell jönni. De nézzük meg, mi van a gyűjteményben. Ugyebár ide jött ez a tő. Robbanás 1. Ugyebár ezek módosítások, amit a... Na szóval. Ugyebár ezek módosítások, amit a ruhákba, a fegyverekbe, egyebekbe rakhatunk bele. És annak köszönhetően jó lesz. Kihívások között teljesült a harcból. Ez. 10 párbaj bravúr megvan, tisztik alapját érte, és lesz majd a 20. Oké, és akkor itt ennyi. Jó. Itt van megmakkant. Arra fele kell mennünk. Ez szép volt. Szóval hármas. És gyorsulunk abba az irányba. Találkozok, hogy ray tracinget nem kapcsolt. Oké. Elértük. Begyűjtjük. Körbenézve a környéken. Senki. Kis folyó csermélyen átrohangászunk. Szerintem oda megyünk szembe. Mert hogy itt vannak egy romok. Ő szerinte oda kéne mennünk. Na, be is spagnoltak enemik. Farkasok. Szórikám kapta harc. Na, csak még van. Na, mondom, ez. Viszont ennek itt már nem sötét kor, csak ahogy hallom. Szóval... ezek itt már nemik. Jó, gondoltam, hogy van egy tábor a közelben. Aha, van ide egy gyors utazási pontunk, ez így korrekt. Jó, hoppont helyszín, és akkor ennek köszönhetően szerintem el is hopponálunk innen. Méghozzá veszünk olyat, ami kell. Roxmortzba.
Ennél is kapunk olyat. Fajta volt. Takarmányban a legfrissebb és legjobb állati mellé termék. Vén bolond. Oké. Ez ilyen magában motyogó férfival a három söprű mögött. Arany és kinézet jár érte. Akkor nem Roxmortsban van, de Roxmortsban tudunk venni. Lehet, hogy Pipinnél. Mindegy, elutalunk, mert kell nekünk Mandragóra. Ahogy tartja a mondás. Meg akkor veszünk még mást is, meg eladjuk, ami nem kell. Nice to see you, my young friend. Hát mindenképp örülj neki, cserébe szépen megnyírjuk itt neked ezt a növényzetet. Oké. Okay. Hallom, filódok, hogy egyen lejjebb kapcsoljuk a DLSS-t, akkor jobb lesz a világ. Nézzük a kihívás pontokat, ahol megint csak a harcba lett meg valami. Ez. Ez. Ez az új. Oké. Okay. Plusz védelmek járnak érte. Gyűjteményekbe meg. Egy új a tisztik alap. Meg új tulajdonság, Lupusz védelem 2. Oké. Okay. Jó. Ad egy Pippin bajta boltja. Thank you for delivering those potions to Madame Lawing. Save me a lot of time and trouble. Megköszönt azért, hogy elcsortuk, ami nem odavaló. Nem vegyél dolgokat, amiket te nem foglalkozol, mint például. Ez is gyengébb, mint a miért. Ez nem fog kelleni, mert amit hordunk, azt elviekben nem tudjuk eladni. Ja. Ehhez meg várnunk kell. Mást hordunk ennél. Sötét korcsok kevesebbet sebeznek. Oké. Okay. Nálad van maxima földet, meg fókusz. Viszont nincsen nálad, amit akarok. Én megveszik ezt a három linket, majd újra töltődik. Oké. I hope to see you again. Farewell for now. Mindenképp most van nálunk 13. Ja, van bent civil, hát. Ja, nem, ő itt dolgozik. Csinálja a bájtot, oké? Hol kellene vennünk dolgokat? Lehet, hogy itt bent. Berlin próba. Első Roxfield. Tudunk venni ugye bár mandragórát is, meg tudunk venni kafogókáposztát, meg a mérges csápfűt is. És akkor minden jó lesz. Csak hogy nicce-micce legyen. Nálad lehetett venni? Nem nálad. Olyan alapanyagokat lehet venni. Akkor esetleg a... Hol? Itt a hölgynél? Itt sincs. Itt beszélgetnem. Itt más nincs.
Pont itt van egy ajtó. Ki tudunk nyitni. És itt bújik egy láda. Ahol volt egy hegyes torony, ez ugyebár használható a szükség szobájába. De akkor menjünk tovább innen. Vannak gyors utazási pontok, amit nincsenek meg. Alsó Rocksfield. Ott például van egy szemifles szobor. Egy láda. Szemifles szobrokat is gyűjtjük, mert azzal fogjuk megkapni a Alohumbóra 2-3 szintjét. Ilyen végül utána mindent is ki tudunk nyitni. Add ide. Itt a kobold volt az áró dolgokat, nem? A csávó. Ő csak bájitalokat árul. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? Mit árulsz? Semmi olyat, ami hirtelen nagyon jó, hát a erőnyerő földetre ráugrálunk. Ugye, amit felkaptunk, azt már is adhatjuk. Oké. Okay. Van egy láda, meg van itt még sok minden felfedezni való. Például itt. Bejövünk az állatokhoz. Itt. Aranykeretes hadszögletes szemüveg. Itt. Te, a kisgyerek vagy, jó? Ide bejövünk. What do we have here? A demigod. Azt mondja, van itt egy szemiflash. Csak kiszúrja a szemem, ott van. Ott a szemiflash. Jó, hát kinyitjuk ezt a ládikát. Kézre való azonosatlan tárgy, és akkor várunk egyet. M betű. F betű, spét betű. Mind now, demigod. Oké, okay, és ezzel hattá, meg lesz 6 a 9-ből. Oké. Okay. Ugye megcsekkoljuk. Ha 7 van belőle, akkor már csak 2 kell. Na de, ezt a helyet kimapszoltuk. Nem egészen, mert van még egy kifosztatlan láda. Itt meg egy ősi mági aktivitás. Minden tudólap van ott. Itt van, amit mondtam, barlang, kripta, ahol le tudunk menni. Jó, első körben akkor nézzük meg azt. Mert azt hiszem, itt repkedni már tudunk. A láda meg ott van arrafele. Éjszaka van, ezért bejöttek. Pont ide azt hiszem nem tudunk meg bemenni. De hogy nem be tudunk menni, egyes szintű dál. Kinyitjuk kérdés nélkül. Nem? Amúgy ott akarsz elkezdeni forogni. Te meg ott. Meg is van. Akkor ezt a helyet ki is maxoljuk. Csak hogy nincs legyen. Filozok rajta, hogy egyébként befogom majd a Mac-nek a kameráját, és akkor... Miért? Jó pár galleon, kérem szépen. 14 meg hozzá. Meg egy láda, egy verhetetlen Quidditch kesztyűvel. Oké. Okay. És akkor majdnem ki vagyunk maxolva. Itt is egy láda, 3 személyes bíványok, meg itt egy zsák, 51 galleon. Na, nem nincs-e minden. Közben egy kicsit szerelkedünk át, mert hogy találtunk jobb cuccot, amit van. Meghozzá 2-vel jobb. Egyébként ez a Quidditch kesztyű, egy ilyen sportkesztyű. Ez meg majd kérdés, hogy mit fog tudni. Viszont a dizájnján tudunk változtatni, hogy elfedjük sima egyszerű fekete bőrkesztyűvé.
illetve sávból egy, ami gyengébb, mint miénk. Meg ott volt még egy szemüveg, ami jobb, mint a miénk. Pontosan. Mert tökre kis tudálékosak lettünk. Felegem van a sáv helyen az arcunkon. Maradjon is fönn poén. Így azt hiszik, okosak vagyunk. Kac-kac. Akkor itt ez az új. Meg ez az új. És más semmi. Ugye ez a játék, ami elég sok időnket elviszi. Hát akkor repüljünk. Elég alacsonyan szállunk ahhoz, hogy turbóval tudjunk menni. Kicsit meg lejjebb is jövünk, hogy még szebbek legyünk, érezzük a víz erejét. És akkor itt leszállunk a partra. Az Nice. Tiszteletét tette a kiviszonyja jelenlétünknek. Mindezt úgy, hogy amúgy nem bánt minket. Ide úszunk, és akkor lemerülés. És a túloldalon ott van, ami nekünk kell. Amit nem vettem észre a múltkor. Illetve csak kiszúrta a szememet. Csak mikor vágtam a videót, akkor jöttem rá, hogy Némán, te ott vagy. Mert hogy nyomsz egy Revelliont, akkor ki is jelvű, és kék, szóval adja magát. Gyere csak ide. És így meg is van az utunk befele. Itt vannak lenyúzott állatbőr, szövet darabok. Az egy technős páncél akar lenni? Nem. Nem. Valami más. Földbe azonosatlan tárgyat is találtunk, ami hátra való. És ez maradt ki a múlt kormány. Ezt a részt nem értem, hogy azzal lehet ezt kinyitni. Csóri ajtót megküldtem mindennel is. Közben ha tudnánk repülni, simán átrepültünk volna, de valamiért itt a repülő nem hajlandó mozogni. Vagy csak úgy dönt a játék, hogy itt nem alkalmazzuk a seprűt, mert nem jött velünk ide, mert nincs a fal zsebünkbe benne. Adott ikon azt jelenti, hogy nem tudsz felszállni, vagy ha felszálltál, nem tudsz leszállni. Na, gyapott füves és borcsráska, hát nagyon Nice egyből bunyóba kényszerít minket. Lebegjé, pusztulj. El se lövünk odáig. Lapulját. A füzet nem nagyon hagyja meg. Figyelj, kapsz egy ilyet. Kapta halt. Ezeket összegyűjtjük. Cserébe nem érte meg, mert így most buktunk egy egészet. Na nem baj, felveszük ezt itt. Bocsáska nyelv, meg három portkő, négy, ami egyébként hetet adott. Oké. Te ott. Ajándék, de sokat hadsz ellene. Hát a Leviosa arra szarik, és a másikra egyébként. Erre megfagy, a szó közeli, ezt kapja. Miért mentél ki a grafikából amúgy? Ja, ne így vagy. És akkor így. Ez csak Leviosa alomborát akartam, de ennek szerint az nincs nálunk, úgyhogy kap egy ilyet. Meg egy pár ütést, és meg is makkant. Egyenemivel kevesebb. Gondolkoztam rajta, hogy esetleg ad. Egy kicsit talán nőtt. Ott fönt mi van? Jó kérdés, hát ez a játék csak arról híres, hogy mindent is gyűjtsünk be, illetve itt akkor most repkedjünk egy kicsit, mert vannak ballonok.
még hozzá 5 darab. 1, 2, 3, 4, 5. Így. Most lentről ide támadtok föl nekem. Hát bátor tett. Én felszállok repkedni, de meg elkezdenek támadni. A jó pofák. Ez is meg lehet. Jó, hogy szálljunk le. Adunk ki, hogy van enemy. Orkok. Aha, van itt mit megcsinálni. Nincs elegendő májban. Na hát elfogyott a májban, kérem szépen. Akkor nem tudunk csinálni ki trükköket. Viszont így szép csendbe itt fölmászkálunk. Itt vannak enemik. Van olyan, aki beszél, ergo ember, vagy valami emberszerű. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection charms. Feledkezdünk. Egy gyorsan haltak. Így nem lehet semmit, nem hallott semmit, egy kis csata volt itt fönn, de volt, ha ne foglalkod, maradjon benned, beszélgess és saját magaddal. Védd azt az egy darab tábort, amiben mindjárt megmakkansz. Kíváncsi természet? Gyorsan megpartál. Azt se tudta, honnan jött a támadjál-e. Mögöttünk van egy állat, azt láttam. Nézzük meg, még mit vannak itt. Tojás. Viszont a könyv alapján nem, meg a filmek alapján nem jött ki annyira, hogy ez a környék ennyire lakott lenne egyébként. Pedig egész szépen lakott. Egyes szintű zár, és ott van egy nyúl. Csak nekem majd tenni fog a 3-at. Meg a lassítás először. Jó lesz, föltöt törjük, és lehet, hogy avval a nyúllal nem fogunk tudni mit kezdeni. Ha? Ott. És ott. Mitce. Nincs állat. Jó, hát azt a nyulat csak kiengedtük, de ezek szerint nincs értelme. Jó. Itt is lehet, ott még porkok vannak fönn, és továbbra is helyet keresünk, ahol tudunk venni. Küldetések. Megcsinálják küldetések. Confringo. Illan. Tesztre. Na, csak így nem tudjuk meg, hogy mi volt a... Na várjál, mert egyébként te meg megmondja, hogy... Remek, retek vagy a kutya Benge. Térképnek hasznomra válhat. Kutya Benge és Galóca vagy a remek retek. Jó, hát akkor kutakodjuk. Hol és mi van? Elvégben Roxfordtól fölfele van. Első Roxfield. Nagyon rég alapították, Ford mocsár mellett telepettek le, Pitupon Ford és Sepély folyó melletti hely. Kohonya turka üreg. Tök jobb, hogy itt a napon repkeded a nagy
bad kind. Ott. Meg már túl közel, hogy benne legyen a kamerába. Itt van. Itt kis falu hófertőzéssel küzd. Szemiflász szobor is van, jó, hát akkor legyük az utunkat abban az irányba, de szerintem... a Roxfield per Roxfield, igen, ezt kimaxoltuk. Erre meg még nem voltunk. Van a bástya. Jó, hát akkor először jöjjünk ide, mert szerintem itt lesz, amit keresünk, és amúgy is kell oda. Van ott egy szemiflász szobor. Ami nekünk jól jön. Mert akkor már csak egy fog kelleni, azt meg a pókfertőzős helyen megoldjuk. Seems a pleasant enough little place. Kellemes kis helynek tűnik, dehogy. És itt az árakkal még nem tudunk mit kezdeni, mert ezek nagyobb nehezek, mint mi. Oké. Ő is örül neki, hogy elhoztuk a potionokat. Nem baj, add ide, amit árulsz. Miben segíthetsz? Mondjuk abban, hogy megdicséred a szemüvegemet, mert úgy loptam. Nem is loptam, találtam. Ezt a kettőt add el nekem. És vegyél tőlem, ami nekem nem kell. Ilyet. This will do just fine. Ilyet. Thank you. Ilyet. Ilyet. Meg egy ilyet. Ahogy. Szóval még te adtál addig pénzt, mert hogy itt vásároltam nálad. Kösz szépen. És állom félek, hogy egyébként a szemiflász szobor zárt helyen lesz. Ott lesz benn, ide látom. Ott a nyoma. Nem is tudom, ekkora krumpi vagy, hogy nem tudsz átugrani. Na, de tudjuk kinyitni ezt az ajtót? Ki tudjuk nyitni ezt az ajtót, jó? Akkor ezek szerint a szemiflász szobros küldetések nincsenek olyan helyre rakva, amihez még nem férünk hozzá. Vagy összegyűjthető a 9 keresgéléssel. Nem egy nagy ár azért, hogy egyből két szintet is lépjünk. És hát minden kettes meg hármas felé van csapva, és még este van, úgyhogy ezt így random be is gyűjtjük. Illetve van itt egy ládi-mádi. Oké. Ment az emeleten bárki, bármi, bárhol, bármeddig, pont nem látunk fel a kamerával, úgyhogy följövünk. Semmi, de hangulatos egyébként, és még lenne följebb, mert arrafele még azért folytatódik a fölfele a hádikó, de itt vége van a tintnek, amíg építették, és akkor tök ilyen légrészekkel megoldották a különböző eltagolást. Jó, hát szerintem ez a rész akkor itt ennyi, és nem itt van, amit keresünk, ellenben a szemiflász szobor oda át érdekes lehet, és itt mi a bánat van. Küldetésünk van ide. Meg jó, hogy megvárnak a küldetések, és nem időrendbe kell haladni. Azaz, hogy x nap után bukjuk. És akkor oda nincsen gyors utazásunk. Viszont itt van egy gyors utazás, úgyhogy azt ott begyűjtjük. És akkor harcoljam. Turbo. Kicsit lejjebb jövünk, hogy végtelen turbónk legyen. Fából megakadunk? Nem akadunk meg, okosan. Elgyorsulunk mindenkitől függetlenül. Milyen nagy dög volt már ott. Szép elég van abban, mint ami a értelme is ugye vár itt a repülésnek. Ezáltal meggyorsítva a haladásunkat. Begyűjtjük ezt a... Dehogy nem tudok leszállni. Látod, hogy milyen szépen leszálltál? Középső hoppont helyszínt felfedezve.
És ezeket itt begyűjtöttük, kérem szépen. Meg ezt is. És odakint van láda, meg enemi. Szerbusz, kutya! Csórikám, esélye nem volt megmozdulni, már halt. Meg jó, hogy despawnolnak. Na, de most ezekkel a beállításokkal egész tűrhetően fut a játék, és még mindig szép tud maradni. Így többet vagyunk a 60 FPS közelében, mint alatta. Mi bár nem is azért jó, mert... Hú, 60 FPS csak és ad a világ. El se lövünk addig egyébként. Hogy jöjjünk közelebb. Kárbult bástya, pusztulj! Csórikám! Te is visszakapod akkor, amit kérsz. Ajándék. Kapták, haltak, az túlélte szerintem. Csak bebagolt? Nem bagolt, ez beérnénk, te ott nem fogsz elmenekülni. Nem tetszett neki, hogy a lemászás közben megpróbáltam föltépni a testét, úgyhogy ő a kapaszkodástól belehalt. Oké, okay. Így is lehet. Jó. Van ott még enemi, kérem szépen. Ija! Bau! Nézd! Haj! Meg! Legény! De az ilyen egyenemis harcoktól simán megkapjuk a archivmentesnek a megoldásait. Ha jó irányba futok egyébként, ha már ilyen vagányon fut, persze, hogy nem. Ha szeretem, ha apad irányba elfutnánk. Lalalala. Hol lehet az a boltocska, ami nekem kell? Az jó messze van, akkor repkedjünk. Keresztül a mindenen is. Csak följön. Miért becsapódunk. Keresztül a vasúton, déli Roxford régió. Érintőre vesszük a talajt. És követjük a vasutat. De egyébként vicces, hogy a vasutat követve nem támadták meg a vasutat a... Hogy hívják kok? Orkok? Itt van pillangó. I know a Merlin trial when I see one. Na, meg is gyűjtünk. Kérem szépen. Te mit akarsz? Nem mehetsz oda vissza, hova nem mehetsz vissza, mondd el nekem. Mr. Pistike? Edgar Adley? Adley? No, I don't think so. Ő szerintem nem tesz körte semmi. Miló is a dőrült terve. He was my friend. Tim Boraja volt. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. Oh, nice. He didn't deserve to go either. Király. Hát megérdemli. Sounds like Milo knew exactly what he was in for and risked your life as well. No, no. Milo wouldn't have thought that way. He wasn't a bad wizard. Túl maga biztos, hát inkább szeleburdi. Overconfident at times. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I... Szóval el kell hoznunk valami cuccot. Miért olyan fontos az a méreg? Someone risk their life for spider venom. As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. Rettentően érdekes, legalább ér, hogy jött Galleon, mi? As Paul Milo has proven, impossible to get from life acromantula. Lehetséges élő példánytól beszered. Bottyosak. Krumpli főzelés fejűek. Káposzka lé van a fejükbe. Please, forget I said anything. Jó, hát mi elmegyünk, azt elúzzuk, hát na, ezen nem múlik. Adjál nekem egy gyors utazási pontot közben. Ezt itt. Köszönöm. Ezt nyissuk ki. La 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 la
Itt látszik egyébként, hogy nagyon leveszi a felbontást a DLSS most erre a teljesítménymódba. Csak megvan. De nem baj, mert látható, amit akarunk, szóval... Most ez a kis mini játék nem tűéles, hát nagy dolog. A demigaz. Semmi flash van itt, azt mondja. But where? Olyan szinten nem látszik, hogy csak no. És már lassan föl kell a nap, úgyhogy... Itt is van, meg is van, meg van a 9, kérem szépen. Hogy itt a pók. A pók előtt, vagy a pork után megy. Hát... Ide, ahol a 9. Oké. Okay. Jó, hát akkor először vigyük vissza. Hanem küldik. Oldas ember. Mutasd a mappon. Van nálad lassú utadási pont, úgyhogy oda teleportálunk. És már itt is van, úgyhogy ide is vissza tudunk jönni. Így előny. És körülbelül egy órája megy a játék, meg a felvétel. Most kezdünk meg csak belelendülni. How offensive. Okos, milyen sértő. Követke. Pá, oda. Ne ragozd a magyar. Ne szét vannak a szavackjaid. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck remaining some more of those demigod statues? Nem egyből megadom. Igen. Tessék. I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. It's not more Rosfordbo. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. But with that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. Again. However, we don't yet know who's behind these statues. Yeah, mind me that I got you. How things lying in wait to torture me. Oh. Komolyan átcseszté. Arról volt, hogy a 2-3-as megadod a 9 holdért. Alohomora 2 feloldva. Hazudtál. Komolyan hagytuk magunkat át. Urán. Még 13-at kér. Dave nem írta azt, hogy egymásra épülő, csak hogy jutalmat kapunk, ezt érte. Mindegy, a 2-es szint már megvan, hogy nem baj. 30-as szint köteled a bújdosóhoz? Rosszul vagy te szerepel. Írtott rengetegbe kelleni a Broxmorctól észak-nyugatra. Garlic professzorod egyszerre kéne használni a dolgokat. Remek, retek vagy kutya benge galócúzat bedesz, ha jól láttam. A Rocksportsban nincs remek retek. Vagy nem olyan nap van kijelölve. Dehogy nincs remek retek. Jó, hát saját magamat szivattam meg akkor azzal, hogy nem figyeltem oda. És akkor tudunk növényt ültetni a növényházba. Vagy éppen a harmadik emeleten a szükségszobájában, ami szintén kellhet nekünk, mert ott tudjuk. Igen, adjál árut. Igen, itt konkrét tüzét nem tudunk venni. Kámájva levél adjál, mert nincsen. Azzal függ egy gyümölcs. Mennydörgő főzethez. Keserű főszára, meghajtó fűtel a koszarkány fűtevele. Meghajtó fűtel, keserű fűtel, májva magok.
Kell. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. De... Nekem nincsen maga. Keserű. Májval jó lett levél miatt. De ezek nem kellenek. Mert nekem nem ezek kellenek, hanem a mások, és hiába görgetek, nem csinál semmit. Az utca. Vagy nálad lehet venni. Nem. Pedig egy teremnek retek. Nem mindegy. Nézzük ezt a dárat. Egyből hármas szintű deremdes vagy. Nézzük. Akkor keresünk ezt a pistikét. Elgondoltam, hogy a pókra ráengedjük a többit, de nem akarja az igazat. Erre le. Arra el. És ott bújik hátul. Pucs. Na mondjad, mit magadtam. Vakfis bűvészt helyre teszi, őt Ackley Burns. Sir, is everything all right? Minden rendben? The name's Ackley Barnes, and no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. De látszik, amikor déles és ugrál össze-vissza. Milyen frusztráló lehet, értem miért. I can see why he said that. You do seem angry. Of course I'm angry now. In large part due to his absurd overreaction to what is simply passion for my work. Supercilious fool. He's passionate about things too. As I intend to remind him by relieving him of his prized possession. Venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. Nagy növényrablás. How would you feel about committing some grand plant larceny? Miért éppen mérges csápfű? Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. A mérges csápfűvel bizniszelnek. I've killed two snidgets with one stone. Okay. Nem teszem, meg megteszem. Milyen üzlete you volt? Said Mr. Lawley was your ex-business partner. Mind dolgoztak. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacular. Create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's measle. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Mi van még a pincében? Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. Nyugodtan raboljuk ki, mondja. Competition. Jó, csináljuk. I'll get the venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow igazságkereső társ. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. Itt is azt mondja, hogy minden csorjunk el. Bemért is, ne? De ha átvágsz, olyan kámehámét kapsz. Na hát akkor menjünk be oda. Töltsük meg a zsebeinket. That's it, pince. Gondolom, alohomorella van. Az sincs. Nem feltétlen erre a loading screen képre várt. Gondoltam, mikor el kellett betölteni. Now to find that venomous tentacular. Lalalalalalala, te ki vagy? Ja, hogy te lawyer vagy? Oké, nem lát. Egyből mondja, hogy palántatolvajok vagyunk. És ennyi volt. Próbáld újra.
Na, hát akkor mi lenne, ha mondjuk hátulról egy sóbálványátkot ráküldeni? Better not let Mr. Lawley see me. Nem lehet megküldeni hátulról? Egyből mondja, hogy palántatolvajok vagyunk. Jó. Akkor ezt ki kell lopakodni. Nem lehet bántani. Oké. Okay. Várunk. Megnézzük, hogy elmegy-e valamerre. Mekkora patkányok vannak ott hely? Nyomom, ide eljövünk, ha nem látok ki. Igen, ő elmegy arra. Better not let Mr. Lawley see me. Nem látsz? Hát de hallod? Térkép alapján ő másik irányba sétált el, akkor mit keresel? Aha, szóval ott korong. Eddig megy el. Revelio. Mi van még itt? Őt ott látjuk menni. Ah, nagyon úgy érdem, hogy egy szkriptelve van, hogy ő itt visszafordul. Jó, most nem lát semmi. 14 Galleon már bukott is addig se. Láda. Nem volt benne semmi? Ja, 90 Galleon. Jó. Állandó Revelionnal láthatjuk, hogy hol van. Reméljük nem látsz át a falon, ennyi nem messzire. Jó, te most vagy mellettünk, nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz. Ott van egy lapat. Ad ide. Where is that venomous tentacular? A mérges csápő ott van bent. Most meddig jön el? Odáig? Mert akkor elvijek be ebből az irányból, ki tudjuk ezt nyitni. Arra már nincs más. Vagy várj, ez egy ajtó. Revelio. A túloldalra? Aloha Mora. Épp alkan kinyitjunk. A kettes szintű zár lenne, se lenne baj, mert azt is meg tudjuk hackelni, ugyebár. Így. Csöndbe nyíki. Revelio. Jó, de csak ide jutottunk át. Jó. Akkor lemegyünk erre. Elég nagy pincéje van a bástyának, és ő eléggé paranoiásan van. Ez kell nekünk? Vagy az valami tök más? Mekkora pincéd van így egyben? Vicce. Hópok. Az szép volt, bástya. Hagyjatok békén. Az gyönyörűen kijött alólunk. Mondom, gép. Hát szórakozzál vele, mi egyé meg. Mi ez a rengeteg fó kiegynek? Na jó, akkor gyorsott eljárásba pusztuljatok, mert... Kettő. Lebegjé. Égjé. És kapod. És ő szerinte kicsik vagyunk hozzá. Jó, hogy nem tűnt föl senkinek ez a hatalmas balhé, ami itt volt most.
Ez sem egy hátrány. Mindent is begyűjtünk itt, kérem szépen. Ráfogjuk a pókokra. Csípőkarom, keserű cefár, mandragóra. Káposzták. Még egy kis csípőkarom a porkokból. Tudom, hogy a pókot nem porknak mondják, hanem Spidernek, de a pork az poén rájuk. That's it a láda. Oda hogy megyünk föl? Gondolom, repülni nem tudunk. Mondtad, a láda ott fönt van. De valahogy föl kéne jutni. Á, ott egy út. Oké. Okay. Karakterem beszkumolta magát. Na, itt jöttünk. Majd akkor onnan föntről, jó? Revelio. Másik lent nincs. Oké. Okay. Te vagy a mérges csápfű, gondolom. Ez meg épp. Égetésre váró. Csórikám elhalt. Itt a ládában volt egy kifinomult párbajozó kesztyű. Amúgy ez a küldetés nagyobb szintet igényelne, mint amit van, főleg ha bejönne a térkép. Ez képre bejön. Na nézzük. Gyengébb vagy, mint mi. Semmi. Küldetés. Nem ír miért, mint kérést. Na de nice. Ő mögött itt vannak, baszarkány füllevelek. Akkor a mérges csávfű. Szép nagy darab volt. És csak ennyi. Pistika ott van fent. És gondolom úgy kell kimennünk, hogy ne vegyen észre semmit. Jó, hát gondolom nem egy hátrány, ha mondjuk nem látszunk amúgy. Jó, kifosztottunk mindent is. Ott van a bástya. Remélem nem most jön rá, hogy lejöjjön ide. Itt átcsorog a szélen. Nekem nagyon jó, mert ebbe az irányba el tudok gyorsulni. Itt van még egy kis galleon, amit nem hajlandó a karakterem észrevenni. Ne vegyél most észre. Mennyi nem messzire? Hát vegyem le a láthatatlanságot. És a kiábrándító bűbájt. Na, sétáljál elfele. Ugyebár lehetne elég csak a térképen nézegetni, hogy a bástya hol sétál, de... így életszerűbb, hogy a Revelionnal figyeljük őt. Mint a... csak a térképpel. Na, menj már innen. Meddig váradsz? Mert amúgy, ha nagyon akar, ide lát. Az nem tudom, hogy miért bagolt be. Nem hajlandó ide jönni. Jó, hát ő megijedt a hangra. Elbuktuk a küldit. What could be stirring? Stop! Stop, bandit! Kezdhetjük újra. Na jó, egy kis türelmet.
Adjunk az érzésnek. Ja, hogy itt lett a checkpoint, hogy akkor meg lett a cucc. Jó, hát ez előny. Na akkor nem kell végig menni még egyszer. Meg lehet kámehámérni itt az összes enemit. Hanem akkor mindent is felvettünk már, mikor... So many spiders. It's a wonder they haven't taken over the whole house. A szöveget újra mondta, de... azon már túl vagyunk. Most mehetünk vissza Ackley Barneshoz. Elvégben is itt nyitva van. Oké. Okay. És most nem foglalkozunk avval az aranyjal, mert azt az aranyat nem lehet összegyűjteni, mert húgos. Még nem látjuk a feliratot, addig nem működik a F betűzés. Most kíváncsi leszek, hogy rejtve vagyunk-e, hogy kijövünk. Na, és már fogjuk is a fejünket, hogy hú, meleg van. Jó, hát gyűjtöttünk magunknak pár dolgot. Mandragórát, jó, mindenből gyűjtöttünk, ez már előny, mert akkor nem kell termetgetni. Tessék, itt van a vackot. Bizonyos barátom egy néhai barátomtól? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. Na, akkor mit kapunk érte? Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Illetve lobbanék, hogy hát mondjuk különben áll a lesz. I'll take it off your hands now. Szeretnék fizetséget. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. I'll be fair, I suppose. Kereskedő észjárás, amit ad érte 50 galleon. Itt egy kis apró, mekkora egy tirpiland. Már kaptunk egy sárkánybőrkesztyűt. 500 pénz, nesze neked kis apró az 500 pénz, hát én vagyon, hát szórakozol. El van a bástya, neki ez kis pénz volt. Első hiszem. Küldi szerint Sebastiannal találkoznánk. De most őt akarom. Küldetés követése. És akkor honnan szedjünk meg 13 szemiflást? Elvégben itt még van 6. Hát akkor avval a lendülettel körbenézünk itt. Pillangóra azt hittem, hogy valami fölvehető. Ja, az csak a lejárat a Roxfortba vissza. Jó. Nem is, hanem a előbb, ahol voltunk a pince. Na nézzük cicákat, most megsimogatjuk. Miért ne? Cica a best. Azt mondta, hármas szintű zár. Egyes szintű zár. De akarjuk mi azt? Akarjuk hát. Van egy ilyen érzésem, hogy most szivatni fog a játék, és mégiscsak lesz hármas szintű dár mögött. Semmi flász szobor. Vagy valami nagyon értékes. Köszi. Tóri bástya. Tartán mintás iskola egyenruha blazerrel. Blazer nem a... ők hordanak. Hármas szintű. Vegyük is akkor fel egyébként. Hmm.
Imperió célponti extrán sebednek. Egy zörgés, mert kávégyártás van. Most egyszerű. Jó. Voltunk. Ez itt. Kettes szintűben. Alohomora. Van itt egy szemiflázs, azt mondja. Kérdés, hol adom itt? Itt bent. Vagy amúgy. Revelio. Azt nem mondta, hogy kint van a szemiflázs. Látok egy repkedőt. Nem, itt a szemiflázs, meg egy láda. Láda jöhet, és akkor várunk egy éjszakára. Az a baj, hogy olyan sokáig nem tart az este, úgyhogy... gyorsan kijutunk az éjszakából. A szemiflázs szobrok aktívak és begyűjthetőek. Pistike megfigyel, hogy itt random lesétálunk neki. No, és hol láttuk ezt a repkedő? Valahol arra fele. Hittem alap, nem, mert ott is van. Aha. Nem lövünk el szerintem odáig. Oké. Okay. Revelio. Így meg is vagy. Revelio. Mindig van gyorsabb út, ahogy mondani szokták. Ez a dar meg. Hármas szint. Jó. Viszont már csak 5 szemiflás szobor van itt ebben a területen, szóval... megérik utakodni. Erre lejövünk. Erre eljövünk. Hármas szintű dár. Hármas szintű dár. Nagyon védik az emberek a tulajdonukat. Kettes szintű dár. Oké. Okay. Éppen utatunk. Megindult. Visszafeleti. Ott van. Így. Mongóba simán bekerülhetsz. Oké. Okay. Nem szólt egy szemiflász szoborról, de láda van. Tudom, láda van. Iskolai mellény. Tédrusos comó. És nincsen. Aranyos az örök tüzes kis kandalló. Nem ér is, ne? És akkor itt is van egy ládika. Sok minden. Na hát gondolom az adott területeket át kéne fésülni alaposan. Akkor derülnének ki azok, hogy mi hol van. Csak úgy random, nem. Körülbelül itt 15 galleon kereste gazdáját, az adatokat. Kettes szintűzár. Oké. Okay. Ebben rájött a játék, hogy nagyobb grafikát is elbír felbontást, és inkább elindította. Rátöltött. Ez neked DLSS. Semmi. Az az erőltetett sétálás, ahogy ilyenkor mondok, annyira gagyi. Senki tudunk menni? Ki hát? Itt arra, hogy van a darban van valami. Egy dárat kinyitunk, kettőt kapunk cserébe.
jövünk, de azért szemiflászok volt, kérem. Érdekes mód nem szólt róla a karakter, hogy van. Oké. Kettő megvan. Vicces lesz, hogy itt összes hátikóba lesz valami. Igen. Ott. És ott. Eddig nincsen vicce. Látszik. Örösöltözet. Sorra találjuk a jobbnál jobb cuccokat. Körülbelül a szobor nem nagyon van, de ott volt valami. Arra fele volt valami kék. Na mindegy. Ja, azt láttam. Hát még mindig az anyám van. Jó, hát akkor harci növényeket kéne egybe használni. Akkor menjünk és facadörgésen túl. Ide átutazunk. Vicce. Revelio. Ez itt. Egyes szintű dár, és van bent jó pár láda. Egész konkrétan szám szerint kettő. Akkor ez ide. Vajon lesz a szobor? Van ajándék a... Revelio. Többség szobájába. Ott egy láda. Egy láda. Az a láda kívül? Vagy van melletted házikó? Nem, az kívül van, kérem szépen. Kerámia maszk benne, és itt valami van. Revelio. De mi vagy? Ja, hogy bújtattál egy ládát? Oké, egy birodalmi szürkés ezüst arkolatot találtunk. Revelio. Akkor van egy gyűjtögetni való még. Egy ládika. Két ládika. Még nem jártam ott, ne beszélj butaságokat. Kérlek szépen, mert mozog a szád. Főleg, hoppá, hoppá, mit látok, mérges cselfő, add ide. Elárulsz itt valamiket? Hát nem tudom, hogy árulsz-e, most már nekem mindegy, mert lenyúl. De hármas szintű. De itt is van egy növény. Növény, láda. Nagy hagyjuk meg Kratosz kinyitása. Arcra való azonosatlan tárgy. Itt is van egy láda. Revelio. Tudom, csokkal nem lehet mit kenteni, azt nem tudjuk kinyitni. Jó, csak akkor itt van két láda, amit még nem szereztünk meg, az egyik az valószínűleg bent, a másik meg ott bent. Oké. Okay. Igen, az ott fent van. Valahogy belopakodni hátulról, oldalról, semmi. Jó, tehát hármas csomó kéne. Már rájövünk, akkor meg. Itt van egy gyűjteni való. Tátátám. Jó. Ezeket itt elpusztítva se kaptunk semmit.
Na, és akkor harci tehénk a feladat közben. Van itt minden tudólapja. Az ott hol? Hol látok minden tudó lapot, amit én nem vettem észre? Ah, itt. Vicce-micce. Hát csak ide. Pókok testrészei. Úgy tűnik, hogy valaki nyereségvágyból gyűjti a dakromantulák testrészeit. Bizonyára jövedelmező lehet, ha valaki hajlandó kockáztatni az életét, hogy beszerezze a szükséges készletet. Vicce-ce. De akkor itt nincs semmi, mi? Jó. Ez megvan. Mi az a csomó kis golyó? Van egy ilyen érdésem, hogy ez a próbához tartozik. Ehhez itt. Még enemi nincsen a környékem. De gyönyörűen célzol. Ja, hogy te kilógsz a... Megcsibe! De vonat elé reméljük elgáldol. Készük a felelős tögetém. Portköveket találtunk, oké. Okay. Milyen enemi van itt? Pók. Pók ellen a mandragóra nem fog szerintem hatni. Mindjárt kiderül, ha le tudunk itt tosonni, úgyhogy nem halunk meg. Kukucs. Mert az a lényeg, hogy mindhárom harci növényt használjuk egyszerre. Repüljetek. Egy. Kettő. Jó, megvan. Köszönöm. Cool. Ennek örülök, szóval ez ide fogja magát és kinő benne, az szétszedik. Te mi vagy? Te szerintem a Merlin próba része vagy. Oké. Téged már lezúztalak, nem? Te voltál, aki azt se tudta, hogy honnan jött a támadás. I dream of making a better world. Pontosan. For me. Egy, kettő, három, négy. Mire felesz, miért már meghalt? Szóval... Ezek szint itt újra-újra spavnolgat, és most mit tartasz magadnál? Mi? Vagy te így egy gyémen? Folymokat már szerintem be tudjuk gyűjteni. Na, az előző nyulat, ami random volt, azt nem tudtuk begyűjteni. Igen, te itt mocorogsz. Aha. Meg itt mocorog. Jó. Nem lehet. De mi vagy akkor? Állj meg! Gyere vissza! No, you don't. És nem hatott rád, Elz? Szóval be akarlak gyűjteni. Na, meg vagy mentve. Golymók. Közben a pistikétől elveszik, ami volt nála. Egy csillagképes tallár. Vicce.
Így is lehet ezt csinálni, kérem szépen. Akkor... Garlic professzorhoz vissza kell menni. Roxford. És oda. Nyilván az adottságpontjainkat még nem használtuk föl, még vannak, de bármikor is akármikor jól jön. Nem megyünk kalandra, ne hívogassál olyan helyre. Ó, mennyi mindent be tudunk így gyűjteni? Hát csak ide. El is felejtettem, hogy itt Kánaán vár minket. Szépen mindent is. Oké. Oda csapóajtón nem kell. Hát jó, ide. Itt nincs mit begyűjteni, ezt a tanárbővel. Talán egy hibrid, egy pattogó csáp. Biztos, hogy nem. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. Engem örökre rabul ejtett. Ó, de jó. Belém szeretett. Just yesterday, vagy nem így gondolt. Tegnap óta meccettem az öntermékenyítő bokraimat és kocsonya bokra. Készen sem vettem lenyúlgatot, amikor annyit dolgoztam velük. Hát tanítani nem kéne. Valamit jobban szeret látni a növényeink. Virágles tanítványom ugyanezt teszik. Oké, flippendolja. Állat fel, tarts könnyedén a pálcát, minden a csukló múlik, lássuk, hogy megy. Na hát flippendot tanulunk, központosítani kell, sem olyan megalázó, mint egy társunk előkésre, csak néhány edényt akarunk volna máshova tenni. Oké. Fész. F. Fész. Fész. Jó, hát ott egy jobb gomb volt, meg egy lemaradt pace, de meg le. Újvarendat feloldva. Vigyázzunk a növényeket, de addig gyakoroljunk. Hát nem szeretnénk gyakorolni, más szeretnénk máshol megoldani. Tintet léptünk, Nice. 95 életerőnk nőtt. Hátralök és rontás, hogy flippen, de akárcsak egy volt egy mozgató var előtt képes megszített célpontok lila pajzsbibáját. Na hát, érdekes, hogy így ez ki is van maxolva, már csak ez fog kelleni. Megzavaró varázs, meg akkor innen a bombarda. És akkor három fő bejáró átok marad, még meg amiket így extrába kapunk majd, valószínűleg még ha kapunk. Felfelé és hátrafele pörgeti a tárgyakat és az ellenségeket, rövid feltöltődik idén köszönhetően kivonalan alkalmas zsonglőr mutatványokra, idézelbe téve, és azok meghosszabbítására a tárgyak azonnal megpörgetés képessége hasznos a rejtvények megoldásához és bizonyos ellenségek gyengeségének kihasználásához. Jó, hát az eltávolítás helyett legyen a pörgetés akkor. Nagyon Nice. Gyere ide. Menj innen. Gyere ide. Lumos. Ezt hoz. Jó, hát. Ugye a földre csapó átok el jobban tetszik, mert nagyon szépen lestukkolt a enemia. Jó. Ja, professzor asszony. Úgyis kitalálsz majd még valamit. Na nézzük akkor a küldit. Itt látszik, hogy nappal van. Illetve így jutunk be a titkos szobába. Szükség szobájába. Utadás. Nice. Akkor nyissuk ki, amink van. Jó. Minden jó. Inventory. Kétjű. Ez gyengébb, mint a miénk. És ez is. Hát ennyit arról, hogy minden jobb, mint a miénk. Azek között, de nem. Itt ő gyengébb, ő erősebb, 67-es, 46-os, akkor ő.
megnövele a konfringó sebzését. Addig egy csodásan nézünk ki. Ennek lecseréljük a külsejét, ha már ennyire szemüvegezünk. Aranykeretes, félkeretes, ez aranykeretes, 6 szögletűre. Pazar látvány, adjuk meg a módját, hogy kinézzünk valahogy. Egy gyengébb, mint amilyenk, 24 cuccunk van 28-ból, úgyhogy lehetünk eladogatni. Ez az új külső. Hát ez meg egész szolid. Jó, hát használjuk ezt hozzá akkor, mert ez volt ugyebár. Akkor ez meg a birodalmi, türkés ezüst. Fejfedőből, gyengébb, mint amilyenk. Tallárból, mindkettő gyengébb, mint amilyenk. Ennyit arról, hogy olyanokat találtunk, amik jobbak. Például ez. Korsáskák kevesebbet sebelnek, 70-es, ez jöhet. Cserébe elrejtjük a kinézetet, hogy nem akarjuk látni. Így. Rajtunk van, de mégse. 55-ös, 55-ös. Elegáns iskola egyenruha mellénnyel. Terény vörös öltözet. Ez se rossz, lehet, hogy akkor egy darabig most ebben leszünk. Seprő upgrade majd kapunk, ahogy haladunk a küldivel, de nagyon nem akarok ezekkel a repkedős küldikkel egyelőre foglalkozni, de majd kelleni fog, mert ez az új külsőnk. Itt újdonság X, nem lejjem. Íróasztal. Azon kívül, hogy be lehet rendelni, nem feltétlen vannak értelmük, ha jól tudom, mert csak dekorációs elemeket képviselnek. Amikkel ugyebár nem mindig tudunk interaktálni. Akkor itt. Ő az új, pókok testrészei rész, felföldöm. Öt pontunk is van. Csupor rosszabb idén maradt kábítva, egy jöhet. Akkor többet tölt vissza, több HP-t az jöhet. Elhajtja az ellenség fegyverét, az kérdés, hogy utána lefegyveredve van teljesen, mert csak hozzávágja, ahogy nézem. Jó, hát megpróbálkozunk vele. Tökéletes protegó pusztító robbanás, bocsák, mely szétbúzza az ellenség pajzsát. Na, ez jól jöhet. Csupor közvetlen sebzést okoz találatkor, és el is használtuk a pontjinkat az alapküldikre. 25-ös szinten vagyunk, és hát nem tudom, hogy tudunk-e még följebb menni amúgy. Sötét farállatban még nem vagyunk jártasok. Annyira. Jó. A eszköztárban pedig az újdonság, itt egy golymók, egy őstényt találtunk. Illetve kettő holdunk van. Küldetésből kulcsok folyamatban még három van. A bújdoshoz 30-as szint ajánlott. Hát haladjunk a küldivel, még itt zárás előtt. Biztos lesz valami érdekesség. Oké. Ez itt a bájta a főzőasztal. Pont akkor le kéne raknunk. Idézéssel. De. Ez itt csak bútor dekorációnk. Írások átmegyünk újabb feljegyzéshez, a tudományos író. Tehát tegyünk le egy ilyen poénból.
Jó, van még egyébként más helység, nem vagy? De van még más helységünk, még hadd erre fele. Itt ebbe a sarokba jó is lesz. Görgővel elforgatjuk. És akkor... ide akarom lerakni azt, meg a bal gombbal megtesszük, jó? És akkor szeretnék... jó növénytan. Talán tehát a kis cserép, kis cserép, kis cserép, kis cserép. Jó. Legyen botanikus. Ott nekem jó is lesz. Többit nem tudom majd, hogy oldjuk föl. Megvásároltuk kötetek és tekercsek. Jó, hát akkor ezt meg ki kell tapasztalnunk. És itt boszorkány, májva is van ragozó. Ilyet berakunk oda. És akkor tegyünk még le ilyen asztalkában még egyet. Itt lehet megidézve, egyet már megidéztünk egyébként. Az a kérdésem, hogy azt akkor hova? Vagy én vagyok gomba és az az. És akkor csináljunk mandragóra. Oké. Okay. Egy foglalkozunk akkor velük. Esetleg itt van kint az a... igen, itt van kint egy kis cserép, akkor egy boszorkány füvet lerakunk, az erőnyerő füvethez fog telleni. Hát meg csórikámat összekicsinyíthettük, és ide beraktuk a sarokba a kép elé. Itt meg tudunk berakni a szövőszékbe interaktálni. Jó. És akkor hagyjuk el ezt a helyet. Oda jó messzire kell elmenni, úgyhogy világtérkép. Ne repüljünk olyan rohadt sokat. Errefele akar valamiért hozni minket. Ó, ide teleportálunk. Jól esett ez a kávé. Gyerekek ott repkednek a seprőjükkel. Ja nem, azok csak különséges seprők, nem is tudnak repülni még. Vagy max ilyen játékseprő, ami pár centire lebegteti őket. Az is előferdülhet. Közben egy kellemes terjára rá. Szóval azon gondolkoztam, hogy majd a technik a kameráját befogom, és akkor már is látok úti célt, 5 darab ballontatot. Gyorsulunk ebbe az irányba vele. Egy ballon. Kihagytuk. Kihagytuk, akkor hagyd abba a repülést. Akkor csak simán lassan megyünk már. Itt dohánydás közben nem akarja az igazat. Két ballon. Három ballon. Négy ballon, közben a kamera megőrült, mert a egeret meglöktem. Így, ez meg is van. Az útvonalunk abban az irányban van, úgyhogy mi abban az irányban megyünk be, de nem fogunk tudni átrepülni, ha jól emlékszem. Ha nem is enged. Oké, kerüljük meg. Örülnék, ha megkerülnéd, és nem pedig bele-bele mennél. Látszik is az a terület szépen a térképen, hogy mi van ki zárva. Akkor itt egy gyors utazási pont. Here we are.
Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. Ja nem, küldetés, bocsánat. Nem érdekes, ja. A boom! És Sepri, úristen, wow! Na, itt van egy begyűjthető dolog. Alomá. Rebellion. Jó, hogy ide beportoltak az emberek. Itt. Meg is vagy. Égköves bros. Egy gyönyörű bros valamilyen mágikus madarat ábrázol. Hogy melyik madárról van szó, az nem világos, de egyesek szerint a középkori ír druida, Cleonna, egyik madarát ábrázol, olyan, amely a betegek énekelte álomba. Szóval az ott. Lice. Hát azért megérte. Ide jönni. Legalább ide be tudunk menni. Kérdés nélkül. Ott van kint egy hozzánk való, és itt bújik hátul egy láda. Érdekes egyébként, és könyves polccal elhatárolt fa, lappal elzárt terület. Oké. Okay. Ott egy mellékküldit ad. És itt láttam egy ládát kint. Zsártott egész konkrétan, de az nem is kint van, hanem itt bent. Mintás turbán kaptunk érte. Jó, ez itt egy egyszerűbbnek tűnő küldetés. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Na, mutasd. Ugyanis vettünk mágia pályva leveleket, mágia leveleket. Egy, kettő, három. Odáig nem lövünk el. Tapasztaljuk, hogy nem lövünk el odáig. Semmi gond. Másszál arra. Az a ugró. Iskoládik nagyon vagány. 3, 4, 5, 6. Valószínűleg van még. Közben Leila most megpróbálja letépni a fejemről a fülhallgatót. Itt átmászott az ölembe, csak itt félig megállt és beakadt, úgyhogy most kivettem a kicsike tapancsát, hogy ne akadjon be és ne ráncsa le a fejemről a fejhallgatót. Közben te mit akarsz? Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Oh, yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Igen, csak megnyerő tarságúnak találja magát. Pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on a mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitution a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. Tagot hátul alszik nagyon. I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what... És se derül ki, hogy mi történt a Chavez-szal. Merre van a szobor? Tell me about this. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down on the shore, near those old ruins. You can't romok közelébe. El se lehet téveszteni. Kösz. Hát fogó. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, okay. The spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. Greville emlékére. If not for me, then jó egyébként, hogy a karakterek, akikkel interaktálunk, azoknak normális a felbontása, az összes többi az meg ilyen be kategória. I should look into the statue, szóval, as Twiddle mentioned. Hol van még itt ilyen csomó?
Remélem, Merlin rejtvény nem maradt abba. Valahol még bújik egy szerintem. Vagy három. Majdnem fájt. Ez nem az. Na, itt volt valami pedig kijelölve. Akkor mégse. Viszont ő egy árus. Egyes szintű záradat föltörjük. Nem ér is, nem. Szépen elforgunk. Ajánlott elmozdulás után visszaugrani az elejére, mert sokszor van az, hogy a közepén van, amit keresünk, és akkor úgy lehet kinyitni. Jó pof, hogy mindegyik zár más. Ez az ajtó mostantól nyílik. Csórunk a kajádból. És itt nincs más, de van egy zsák, meg egy láda, jó? Ládában van egy festmény, ez mehet majd a arra. Vagy az árt ajtó is kinyitva. Jó, hát ő ajtott szerint egy olyan küldit ad nekünk, ami hurrá. De még ezzel itt nem végeztünk, kérem szépen. Szóval itt látunk-e valahol még csomót? Nem. Viszont ott van egy ballon, több is. Van egy láda. Jó pofa, ezen menjünk itt végig. Köszi. Egy. Kettő. Megint nem sikerült. Hogy ennyire nem tudom irányítani a sepkőt. Három. Négy. Öt. Jó. Táján lefele. És ott van fent a Merlin próbánk. Amihez valahol még bújik szerintem cumó, ha csak nem diszpovnolta a játék a küldetés. Nézzük csak. Küldetés. Itt nem adja be. Még itt van egy 15-es szintet kérő Merlin próba irány. Te mit árulsz? Hello, nice to meet you. Oh, hello. My name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? Miben I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, Ingen. That'd be fine. Mit szeretnék? Like mondjuk, hogy mit árulsz? Most nem akarok veled beszélgetni nagyon. What do you have for sale? Egyébként jó kis lórokat derülhetnek ki az adott környezetről. Na, különböző dolgok árul, mint egy szarvusször, varangyszemölcs, tesztrászször, Vojmók szörme, Phoenix Toll, Nosztalgatól, Urmánc szörme, Hotborjú szörme, Furkász szörme, Hipogriftól, Böklenc arv, Brutól és Dirikoltól. Akkor te veszel is? Például olyat, amit akarok, azt még mindig nem veszel. Jó, te elvileg egy szintű vagy velünk. Egy gyengébb volt. Me, nem baj, kifosztjuk a kasszára. Nézzük, te se kell lesz, te se kell lesz. Ne, te maradsz. Te nem kell lesz. Tartán mintás iskolai egyenruha blazerrel. Te nem kell lesz, te se kell lesz. Te se kell lesz. Te se kell lesz. Ugyebár a dizájnokat megtartja a játék, szóval... bármikor fölöltözhetünk olyan külsőre, amit már megszereztünk. Téged cseréltük le. Sajnos azért nem ad többet, csak mert van benne cucc. Glad you were able to stop by. Én is örülök neki. Na de menjünk csak ide vissza. Remélem nem bugolt ki. Tovább a Rebellion. Ott van még három. Továbbra se lövünk el odáig.
De nem baj. Egy, kettő, három. És meg is lett a Merlin próba. Merlin elég büszke lenne címszóval. Úgyhogy hiába voltunk más küldetésben, ugyanúgy megadja. Ami előny. És miért veszi le a hangomat? Már megint ad a vacak ennyire. Így ha följebb hangosítom, akkor talán jobb lesz. Jó, nem ezt akartam, hanem R betűt. A küldetésünk 370-re van abban az irányban. Hát akkor harcoljam. Turbóval. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Sötét van oda lent. Dehogy van sötét. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Okay. Nicsetsze. Jó, hát gondolom, akkor ezeket itt szanaszéjel fog kelleni törni minket. Why are there so many vases around here? Miért van ennyi váza a környéken, kérdezi a karakter. 20. És akkor ez itt, ami kell nekünk. Nicse. Ja, hogy kell. Na. Szóval akkor ennek. Hát gondolom, akkor le kell őket zúrni. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Véletlen megsérült. Az is. Jó, ezek szerint bújik itt is. Kilenc. Olyan messze nem bújik. Jó, az ott más. Ez, ez. Oda valahogy föl kell mászni. Ez. Kiria Tridve, te mit árulsz? Hello. Do you have anything for sale? Hello. Nem gyakran látok itt Oxfordi diákokat a tanév közben. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of utazási kellékeket árul. Oké, rokon a Nora Treadwellnek? Are you related to Nora Treadwell? Why yes, she's my wife. Brilliant historian. Találkoztunk már vele. Did she's pursuing Merlin's life work? Jó, hát itt akkor két nő van egymás között. She introduced me to her work. I'm involved in it now as well. Oh, that's wonderful. Then you must be rather brilliant as well. At any rate, kapunk elég kedvenményt. I hope that you'll think of me whenever you find yourself in need of traveling supplies. It's been a pleasure meeting you. Igen. Na, hát akkor mutasd, mit árulsz. What do you have for sale? Na? Let's have a look, shall we? Árulsz kapárból ilyet, ami kell. You won't be disappointed, I can promise you that. És ilyeneket is árulsz, szóval... Hitlabőr. Andragóra, Maxima főzet, mérges csápfú. Van mit eladnunk? És mit eladnunk, de majd 7000 van, szóval akár. Régi családi seprű. Seprű még generációkban eltöröklődött. Vegyük meg poén, mert ez egy olyan dizájn, amit nem lesz. Csak úgy. Akkor vegyünk ilyeneket. Jó, vegyük meg mindet. Nem is tudjuk megvenni mindet, az 1002, 1005, 1008, 2001, de meg tudnánk mindent venni, de azért ennyi minden nem kell. You won't be disappointed, okay. I can promise you that. Itt jó lesz. So nice of you to stop by. Jó, és eljegy be amúgy, minden igaz, akkor itt várhatunk, igen. Akkor ilyen kis egyszerű seprűre. Ez nagyon lol. Ugyebár a legvendula északi, maradunk a parázsvártán, ameddig korrektul néz ki. És akkor mehetünk ide-vissza. Őt szerintem egy invitóval berántjuk onnan. Mondom én. Egyből rá is tartunk egy leviószát, hogy ne essen ránk.
ez. De minek vagy itt? Ja, hogy oda tudjunk rakni. Oké. Okay. Jaj, akkor azzal kell itt fölmászni. Oké. Okay. Még hozzá ide. Így is jó. Vagy pont így kellett. És akkor ezzel meg is szereztük itt talán a tartalmat. Egy borduljatlan kesztyűt, aminele nem ér minőséget, mert kb. Gondolom egy szintben mostanival. Csodásan pofára estünk. Jó. Mehetünk ide-vissza. Megvan 9. A többi meg lehet itt lesz akkor bent. 10. Te hátul bújsz. 11, 12, 13. 14. 15, 16, 17. Meg is van a 20. 18, 19, és itt bújik az utolsó. 20. A port szétberlinkedi magát. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Hát semmi nem történt, de történt. Tetszik szobor. Aréna. Mentsünk egyet, mert rég mentettünk egyébként, konkrétan az egész adás alatt még nem mentettünk. Yeah. Aztán egy óra játékidőnél járunk. Oké, okay, aréna, nem tudom mi lesz itt. Nézzük meg. Beléptünk, lol. Yep, party aréna. Készül. Hullám egy. Ó, oh, kösz. Egyből vértezett troll. Most szórakozol velem egyből, ilyen 25-es szintű nagy dögöt kapsz. Robbam! Üllő! Nix! Put! Ő ezt nagyon mellé küldtük. Utási. Ajándék. Azt ad csak ide. Már nem tudjuk felvenni, oké. X. Add idefele, úgy. Ajándék. Nem hiszed el, hogy ilyet akarsz. Tökéletes. Nagyon belefutottunk, de nem baj. Ajándék. Oké. Okay. Puszkulj el bele. Azt ad ide. Haj. Ahogy. Egy megvan. Kösz. Hullám 2. Most 2 fog jönni? 3. Oké.
Lebius, Confringo! Stupefy! Defender! Descender! Stupefy! És rám stunnolt, vágod? Ez ad egy kicsit barátságosabb a... Troll után egyből ilyen kis gyengéket küld. Hármas hullám. Inferuszok? Nem. Kösz. Szerintem te ott instant meghalsz. Loyalista lövész. Főleg, hogyha mondjuk... Jó, ja, a többi annyira nem hat meg. Főleg, ha mondjuk a pókot támadnád... Még egy? Hol vagy? Ott vagy. Hát akkor így halsz meg, nekem így is jó. Főleg ha a karakter azt csinálna, amit nyomok neki, mondjuk futna. Oké. Tigris bukfent. Van három enemy. Lebegjél. Baj. Gyűjtsük be fel a dolgokat. Két krumpli főzelék maradt. Akiket annyira nem pat meg ez. Örülnék, egy kis távolságot tartanánk kellene. Azt se nagyon hatotta meg, de... Jó, hát haldokoljunk, nekem így is jó. Akkor sem a bal van bal. Nem nagyon halnak meg egyébként. Vagy nagyon kicsit vagyunk még. Nem reális, hogy mindegyik be a... Hussá! Hogy? Hát mindjárt megmakta, 25-ös szint, oké. Most te jössz, te meg el, de szerint nem is sérültél. Oké. Megvan. Arra se hagyja meg, hogy lent maradjon. Jó fullon vagyunk. Superfly, Confringo, minden kap. Halt. Hány hullám van? Ez volt a harmadik. Egyedik hullám. Harcitról. Óhok. Na, adjál már irányítást. Oké. Először őket kéne elpusztítani. Most jött a harcitról, már csak ő van. Ez nem nagyon hatotta meg. Fogyunk szépen. És az X-re bármi haverkodás. Úgy de szépen beleszaladtunk.
Ezt kaptuk. Maradj ellen. Oké. Azt nem tudom, mert nem csinálja meg. Vagy nem a Leviosa kell hozzá. Vagyis a Leviosa kéne hozzá, nem ez, amit használunk? Oké, hát kiftunolunk, nekem így is jó. Azt se tudja, hol van hal. Meg tudjuk változtatni, amikor így meghalunk. Szóval Leviosa. Nekem a másik kéne. Ez. A Wingardium Leviosa. Ez pedig Arresto Momentum, ez a lassító, ez nekünk nem kell. Akkor szerintem ezzel lehet megcsapkodni, hogy fájjon neki. Ez meg lefegyverez. Ez pirimuníció környéken. Próbáljuk meg így. Hát nem nagyon hagyja meg a Wingardium Leviosa, csak úgy hátba vágott, hogy megvakarta a hátunkat. Hát, hogy akkor lehet, mikor... Nem, akkor sem. Ezt nem sikerült visszadobni rá. Mert meg csak így kezd tunolni, szóval... Na. Hát nem nagyon hagyja meg. Jó, más kell akkor ide nekünk. Te mi vagy? Ez még nincs meg. Nem hinném, hogy a pörgető varellat ér valamit elleme. Kapsz még egy X-eset. Hát nagyon nem halt bele. Tehát, hogy ilyenkor lehet elkezdeni nagyon támadni. Fene tudja. Kapta halt. Jó, több nincs. Utolsó hullám, köszi. Nincs támadása. Bár nem tetszik. Melyik vagy te? Megfagyasztó. Trollok, ezek jobban zavarnak itt. Te ott pusztulj. Jó, egy hal. Oké. Nyert kis hangszórót. Na, menjünk arra, és töltsünk életet, mert nem hajlandó tölteni. Kivéthetetlen volt, nem érdekel, gyógyíts. Csúnyán benéztük. Na, reagáljunk már, hogy őt meg akarjuk ölni. Te, ugorj el! Alig van életünk már megint. Jó, te ott ne ranrakozzál nekem.
hanem pusztulj meg. Úgy, egyel kevesebb. Az védhetetlen volt, szóval nem tudom, mit vártam el tőle, menj arra. Jó, ő is halt. Menjünk arra. Ezt vegyük fölfele. Úgy. Előbb a kis krumplikat kéne megmakkantani. Védhetetlen rembér védünk rá. Utolsó élettörténk volt, baffa meg. Hát nem készültünk föl eléggé ide. Jó, hát akkor stunolgassunk, mert meghalunk. Bajjal is, ezt nagyon megkaptuk, meg me arra, úgy. Nincs protego, meghalunk. Egy mínusz. Meghalunk. Pusztulj. Pusztulj. Ja, végére. Gyerünk. Nem tört vissza az életünk, csak mondom. És ebbe halunk bele. Nem baj. De ha újra indítjuk a kihívást, 17 pontunk van, jó? Első. Azt mondta, készül. Hullám egy. Jó, akkor észre kell, nem szabad elhasználnunk, majd csak a legvégén. Jó. Te itt egy krumpli vagy. Úgyhogy te kapsz ilyet. Ne protégold be. Öljed. Küldjük. Ez erre. Ajándék. Én is tudok dobálni, látod? Látod? Egy csodásan benéztük. Menj már arra. Az nagyobb kongot. Ajándék. Úgy látom, a troll ellen nem nagyon hatnak a dolgok. Jó, töltsünk egy életet. Ez a ajándék. Akkor halsz. Ezzel nem érsz ellenem semmire. Nincsen látható területen. Tessék, ajándék. Ajándék. Sémoljú. Kivédtük. Jó, meghalsz. Első megölve anélkül, hogy bármi nagyon gond lett volna. Egy. Most jönnek a farkasok. És sikerült egy olyan kihívás, ami még jó volt. Jó, és sokan jönnek, az a vicces benne, az a falkába támadnak. Csórikám olyat pusztult, mint ide-buda. Hullám teljesítve, oké. Életünk nem tört vissza, de tört.
We're dying, are we? Glacius, Confringo, Defendo. Egy pók mínusz. Oké, okay, de nekem nem a pók kéne első körbe, hanem mondjuk adott brutálisan halt. Hol a haverja? Ott a haverja. Van belőle még egy. Ebben a forkok is jönnek. Ők a tűz ellenében vannak, de ne halljunk már meg. Ó, hogy nem figyeltem az életerőre, baffa meg! Ez most szarabból mennünk kéne. Most megint a nagy nyomi-nyomival kell kezdenünk. Na jó, gyere! Bazeg! 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 Az jót szólt! Hát a fele életét elvittük avval, hogy rosszat nyomok. De most komolyan hagyom magam megölni, mert kapkodok. Ajándék! 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 Jó, nincs más, amit rádobhatnánk. Oké. Vissza a feladónak. Jó, ez gyorsan meg is van. 1-12, szerintem új rekord. Pihenj egyet, Amland barátom. Hát az nem pihent. Menjünk be a sarokba. Hullám teljesen, nagyon durván ledúztuk őket, és fel is töltött az életünk, oké. Okay. Harmadikra vannak a portok. Mondjuk kontrollal el kéne ugrálnunk. És őt szeretném leixelni. Oké, okay, egy. Életerőre figyeljünk. Kettő. Kapta hat. Szóval... ne szórakozzunk. Tartsunk távolságot az enemitől. Hol vagy? Intruder. Nem mondod, hogy ott vagy kint. Gyere be! Életerő. Dom életerő. Orkicek. Szóval pusztuljál meg fele. Most elbaszom ki egy csomó életet, addig meg kapkodok. De csak taktikusnak kéne lenni, ez már megint a saját utaságom. Jó, vegyed fölfele. Ugort ki. A bocsástal vagánykodik. Te fagyjál meg. Ezt kérem. Oké. Okay.
végig küldjük az összeset. Ezt begyűjtögetjük ezeket befele, mert ha megvan ez a rész, és ki kéne bírnunk úgy, hogy túléljük mondjuk. Nagyon gyorsan jönnek a fagyasztásból. Köszi, akkor használunk egy életet. Hát az utolsóra kéne baromi sokat megtartani, de hát persze ilyenkor a egyszerű üdvelmeken basszunk el mindent. Pusztuljál meg fele. Hiába nyomok ilyen kontrollt, hogy cseszik rám. Jó, az meghalt? Nem halt, meg az valahol van. Hol vagy? Csaló. Nem mondod, hogy újra fullon van az életed? Ne csaljunk már ennyire. Hát alig volt életed. Vagy az a haverod volt és benéztem. Jó, egy mínusz. Mindent is kap. Japott füves pistike. Jó, meglett, és most föltölt az életünk, ha minden igaz. Hullám, igen. Roll. Nem, nem. Lövé, szóval. Te ott pusztuljál meg fele. A trollt elfelejtettem. Hallod? Még valaki? Nagyon jó. Komolyan meg kell baszódnunk itt ezen a kibaszott helyen, mert az a nyomorék nem hajlandó itt tunolni. Pusztuljál meg fele. Huszonhetes szintű, hallod, ehhez kicsik vagyunk. Ajándék. De amúgy nyomom azt a kibaszott kontrollt, hogy gyorsan tunoljunk elfele. Ráküldünk. Akkor megindul, mint a gizi. Védhetetlen címszó van, mert hogy erős. Gyere! Simán hagytam magam eldózerolni, nagyon ügyes vagyok. És nem tudtuk azt visszaküldeni rá. Megint próbálkoztam, de nem jött össze. Halljál megfele. Jó pofa, hogy ez magasabb szintű, mint mi. Nem baj, kis idő, mint minden is kihekkelünk rajtad. Azt nem szorod, nem is figyeltem egyébként, hogy nehezebb a próba, mint kéne. Azt megyünk sikeresen protégót. Ebbe gyönyörűen beleszaladtunk, és megint nem maradt kibaszott életerőnk, törtünk.
arra, hogy a utolsó izét túléljük. Na, támadj egy normálisat. Erre lett tunor. Hát nem. Ez sikerült. Na még egyszer, gyere. Meg lett. Oké. Vegyük föl. Elszunoljuk. Ez a baj, hogy mire fölvennénk, addigra elmegy. Hiába nyomom a Dixilantra, nem hatotta meg. A most jön az utcsó hullám. Na menjen csak fel az életünk, kérlek szép. Jó, te ott egyből meg is halsz. Simán belefutottunk, töltsünk életet. A trollok a legkevesebb, ezek a kumplik érdekelnek első körbe. Még egy mínusz. Csak taktikusan, mert ők nagyobb szintűek, mint mi. Nem akarsz? De nem. Jó. Ez hal. Őt is megöljük. Jó. Miért akartam leprotegózni azt, amit nem lehet? És kell egy olyan varázslat, ami nincs nálunk. Vágod? Jó, hát akkor megforgatunk, mert azt mondod, hogy neked lila kell. Örülnek neki, ha nem ragadnánk benne a kibaszott tizébe, neked meg most sárga. De most szivat. De bazd meg, arra nyomjad már ezt a szart. Hagyom magam körbe szivatni. Nem. Na, még valaki. Te ott azt adjad idefele. Nem, nem. Élettöltés. Három lehetőségünk van még életet tölteni, úgyhogy rohadtul ki kéne ezt tunolnunk minden. Főleg, ha arra nyomnád azt a kibaszott macsikát, amire kell. És bazd meg, telilövi a trollt. Azt a trumpi főzeléket írtsad már. Azt mondta, hogy ott fönt is bújik egy, de hogy nem bújik egy lövész. Ranrakostú, pusztuljál elfele! Jó, hogy nincs életünk. Nem próbálkozok. Hát, bazd meg, ha mondjuk oda támadnál, ahova kell. Na jó, nyugodjunk meg, attól megnyugszunk.
kunoljuk, kékeljük vele. Te most meghalsz, úgy. Téged kikerülünk, nem kerülünk ki. Töltsünk egy életet. Neked piros kell. És abba bele is halsz. Oké. Még van egy kobold szerintem, nincs. Jó. Te hogy állsz? Te? Te kisebb vagy. Oké. Akkor taktikáld. Mi lenne, ha téged raknálak ide? Hát az, hogy nem nagyon hagyja meg őket. Na. Akkor eltaszító bűbáj esetleg, mert a földön nem tudjuk csapni őket. Már úgy láttam, hogy ez az egyik legjobban megfagyasztó. Ellenük. Mert az egy pillanatra hat. Jó, ezt vegyük föl. Jó, hogy kikerültük, amúgy simán el lehetett volna ugrani, ha mondjuk a karakterünk nem biborsó. Jó, hát lövöldözök egy darab, ilyen 19-eket sebbünk nekünk, nem valami sok, na fussá. Gyönyörűen beleszaladtunk. Utcsó élettörtősünk volt, mindez köszönhetően annak, mert a karakterünk nem képes arra, hogy fusson magától. X. Öff. Már megint majdnem belem ragadtunk. Köszönjél bele. Jó, menjünk arra. Igen, ez mellé ment, neked nem talál. Oké, ez megvan. Este talál, pusztulj meg most, azonnal. Oké, ebbe gyönyörűen beleszaladtunk, nem baj. Nézd, X. Ez talán hat neked? Nem hatott. Gyönyörűen beleszaladtunk ebbe a kibaszott időben, a kontrollra most miért reagálna? Na jó, hát kapott az. Kisztunolunk. Ott vagyunk a végénél, és azért halunk meg, mert bamba a karakter. De irányításilag nem azt csinálja, amit kell. És amúgy miért hardom? Jó, most már törtöltött az életünk. Annyit, hogy jó legyen. Ez is adjon életet. Úgy. Azt se tudja, merre vagyunk. Ez szép volt. Nem mondod, hogy beledöglünk. Majdnem. X. Pusztulj meg. Meg lehet. Ennyi? És akkor kezdhetnénk előről. Nem, visszamegyünk a felföldre, megnyertük.
és nagyobb szintűek voltak, mint már király. Jó béna harc volt részemről, de... De nice. Szóval akkor itt ilyen küldi van. Harc. Süti-müti. Jó. Jelzés a térkép, hogy ez meglett egyébként. Itt van. Aréna meglett. Itt meg tudnánk vásárolni. Oda kell visszamenni, ahova tudunk gyors utazni. Mert ez lesz akkor most az árás, hogy gyors utazunk. Beszélünk vele, begyűjtjük a lehetőséget. Jött be a mikrofonom píkel maxra, örülök neki. Jó. Elmondjuk neki, hogy mi volt ott. Nem véletlen, hogy a férje megmakkant. Mi is majdnem. Szemiflás. Hol van itt szemiflás? Ott bent. És ide szép barátságosan be is jöhetünk. Oké. Begyűjtjük és megvendégeljük magunkat a sütiből. És nem természetesebb. Szerencsénk volt, hát a szerencsét messzire elkerüljük, mert... Támadni kellett. Your husband was right. Egy rejtmény része volt, igen. Oh, really? How exciting! Super izgalmas, majd belehaltunk. Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Na, mi jut eszedbe? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. XP-t. És nice. Jó. Na, hát akkor ez is megvan. Übersüti. Mentéssel honoráljuk. Iron Deal. És hát remélem tetszett nektek. Ez egy 3 órás rész majdnem. Úgyhogy majd innen fogjuk folytatni. És köszönöm, hogy végignéztétek. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!